Ötödik fejezet. Most tehát Isten elfogadott és igazzá nyilvánított minket a hitünk alapján. Ezért Urunk Jézus Krisztus által békességben élhetünk vele. Hitünk által Jézus bevitt bennünket Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezhetünk is. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részt fogunk venni abban a dicsőségben, ami az örökkévaló Isteni. De nem csak ennek örülünk, hanem örvendezünk a megpróbáltatásokban is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek a megpróbáltatások türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A békességes tűrés eredménye pedig a kipróbált jellem lesz. Ebből pedig reménység származik. Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Mert Isten szeretete a Szent Szellem által kitöltetett a szívünkbe. Ez Isten ajándéka számunkra. Amikor eljött a megszabott idő, Jézus Krisztus meghalt értünk bűnösökért. Mi akkor még erőtlenek voltunk. Igazán mondom, hogy nehéz volna olyan ember találni, aki hajlandó lenne meghalni valaki másért, azért, hogy megmentse, még akkor is, ha az a másik igaz ember. Egy jó emberért még talán vállalná a halált valaki. Isten azonban azzal mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus meghalt értünk akkor, amikor még a bűneinkben éltünk. Akkor most. Mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától, az ő feltámadása által. Hiszen Isten már elfogadott bennünket Jézus halála és vére által. Akkor, amikor még ellenségei voltunk Istennek, ő békét kötött velünk a saját fia halála által. Mennyivel inkább megtart bennünket Krisztus élete most, miután megbékélhettünk az örökkévaló Istennel. Sőt, ami még több, örülünk és dicsekedünk is Istennel, Urunk Jézus Krisztus által, mert ő lett a mi Urunk, aki békét teremtett köztünk és a mindenható Isten között. A bűn egy ember Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig a halál, és ez minden embert elért. Minden embernek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. A bűn már Mózes törvénye előtt is ott volt a világban, de amíg nincs törvény, addig a bűn nem lehet senkinek felszámítani. Ádámtól Mózesig mégis mindenki felett a halál uralkodott. Még azok felett is, akik nem úgy vétkeztek, ahogy Ádám, aki engedetlen volt Isten parancsának. Ádám sokkal előbb élt, mint Krisztus, és ő volt az előképe a felkentnek. Isten ajándéka, a kegyelem azonban másképp működik, mint Ádám bűne. Igen, Ádám bűne miatt minden embernek meg kell halnia. De Isten kegyelmi ajándéka olyan bőséges, hogy minden embernek lehetőséget nyitott az örök életre. A kegyelemnek ezt a túlcsorduló kiáradását egy másik ember, Jézus Krisztus bűnöket eltörlő áldozata tette lehetővé. Ez a kegyelem ajándéka. Ez nem olyan, mint Ádám bűnének következménye. Hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett. Ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá, igazzá teszi az embert hitáltal Isten előtt. Egyetlen ember bűne miatt a halál valóban uralomra jutott. De ha ez így van, mennyivel inkább uralkodnak az életben a feltámadott Jézus Krisztus által azok, akikre bőségesen árad Isten kegyelme. Ezek az emberek ajándékba kapták, hogy Isten igazzá, elfogadhatóvá tette őket a hitük által. Egy ember bűne minden ember számára kárhoztató ítéletet eredményezett. Ugyanígy, amit a másik ember, Jézus Krisztus, Isten akarata szerint elvégzett, az minden ember számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja és részesítse az örök életből. Ahogyan egyetlen ember hitetlensége, engedetlensége következtében sok ember bűnössé lett,
ugyanígy egyetlen ember hite és tökéletes engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára. Isten adta a törvényt, de ez csak tovább szaporította a bűnöket. De hol elszaporodott a bűn, ott Isten még több kegyelmet ad. Ez pedig örök életre vezet bennünket a mi Úrunk Jézus Krisztus által.